Parancsnoka van Bozó Tibor dandártábornok személyében a Szentendrei MH Altiszti Akadémiának. A parancsnoki beosztás március 6-ai ünnepélyes átadásátvételén, valamint az ezt megelőző éves értékelő és feladatszabó állománygyűlésen jelen volt dr. Benkő Tibor vezérezredes is. A Honvéd vezérkar főnök a Szentendrei laktanya alakulóterén felsorakozott katonák előtt azt mondta, Horváth Gábor dandártábornok a távozó parancsnoka beosztottjaival együtt szép eredményeket ért el az elmúlt években. Úgy gondoljuk, hogy alkalmas egy olyan katonai szervezet vezetésére, amelyet lövész dandárnak nevezünk, és tudja kamatoztatni ott azokat az ismereteit, azokat a tudásait, vagy azt a tudást, amelyet itt megszerzett. A leköszönő parancsnok Horváth Gábor dandártábornok szerint két mozgalmas, kemény, feladatokban nem szűkölködő esztendő után adja át a csapatzászlót Bozó Tibor dandártábornoknak. Az Altiszti Akadémia emellett a Honvédség Altiszti Karának fontos bázisává, alma materévé vált. Altiszti Karunk nem csak iskolának, de alapvető otthonának is tekintette és tekinti intézményünket. Ebből a szempontból a pontot az íre, az összhaderőnemű vezető altiszti tanfolyam tavalyi sikeres lefolytatása tette fel. Bozó Tibor dandártábornok, az MH Altiszti Akadémia új parancsnoka beszédében elmondta, nagy feladat az akadémia vezetése. Nagyon-nagyon kemény és nem egyszerű feladat a számunkra az, hogy jó altiszteket adjunk a Magyar Honvédség különböző csapatainak, mert ez az alap, az altisztek a bázisai a Magyar Honvédségnek a feladat végrehajtások vonatkozására.